Sziasztok, itt Vidéki Srác. Ugye, amint lehet látni a címben, egy Red Bull-lal érkeztem. Ugye az előző a tájföldi, ugye az a maga a Red Bull-nak az alap kezdete. Viszont én most olyannal érkeztem, hogy Red Bull The Summer Edition Grapefruit ízben. Tudni illik, Magyarországon ez a harmadik Summer kiadás, illetve a második, ami limitált ideig elérhető. 32 mg per 100 ml koffein van benne, arginint tartalmaz, és Magyarországon ez a hatodik ízesített Red Bull kiadás. És, ami még érdekes, 2017 Summer íze hazánkban. De térjünk is át a dobozra, hogy vajon milyen a doboza. Itt a Red Bull The Summer Edition, ugye ő grapefruitos, hát ugyanolyan, mint a többi doboz, ugye kinézetre, ilyen edition-ek, csak ugye Summer Edition és grapefruitos. Ugye 250 ml-es kiszerelésben található, és hát más nem tudok elmondani róla, ugye magyar, ugye limitált ideig kapható, amint el is mondtam, és szerintem lássunk hozzá, és bontsuk fel, és szagoljuk meg, ízleljük meg, hogy vajon ez ilyen. Kellemes grapefruitos illata van. Majdnem olyan, mint hasonló, hogy a grapefruit az majdnem hasonló, mintha narancs lenne. Csak ugye ennek a grapefruitnak, én legalábbis úgy emlékszem, hogy ez olyan gyümölcs, hogy majdnem mint a narancs, csak ugye a belseje az ilyen pirosas színű. Szép piros színe van egyébként. Egyébként, ha a videóban nem látni, elnézést kérek a videó minőségért, ha a videóban nem lehet látni, akkor Instagramon kövessetek be, hiszen oda mindig feltöltöm az aktuális videó tesztelős, energiaital tesztelős videóimból, az aktuális energiaitalt, amit teszteltem éppen. Térjünk is át, ugye, amint megszagoltuk, ugye kellemesen visszaadja ezt a grapefruit illatot, de nézzük meg vajon az ízét is. Visszaadja. Nagyon ízlik egyébként. Ezt meg is iszom. Egészségetekre még egyszer. Ez finom. Ez felettébb érdekes. Ugyanis visszaadta azt az ízt, amire számítottam, mert ugye ettem már grapefruitot. Ti nem tudom, hogy ettetek-e már esetleg, de ezt, ha bárhol is találtok ilyet, ugye, amint elmondtam még mindig, hogy ugye ez limitált ideig elérhető, ha véletlen találtok, akkor ezt garantálom nektek, hogy vegyétek meg, kóstoljátok meg, mert kicseszettő finom. Hát, ennyi lettem volna. Ha szeretnétek még több ilyen videót látni, és tetszik, amit csinálok, akkor lájkoljatok, és iratkozzatok fel. Én Vidéki Srác voltam. Szevasztok!